Na, hát sziasztok, Rogu vagyok. Ahogy ígértem, jelentkezünk ezzel a kicsomagolós videóval. Egy picit már nekiindultam ennek a kibontásnak, mert igencsak bezárták ezt előttem. Próbálok azért mindent egy kézzel megoldani, ami azért nem lesz egy egyszerű feladat. Azt már most ígérhetem, először is kimennénk innen egy dobozt, amiben majd meglátjuk ugyan mi lehet. Hát a súlyávújtében nem nehéz. Most egy picike segítséget veszek magamhoz, és kihúzom. Így. Na, hát itt van a fülesünk, ami még a dobozban foglal helyet. Hát lássuk akkor, mit rejthet. Az egy fülecske. A fülesünk. Hát elsőre egy szép darab, azt úgy meg kell mondanom, tehát fogtam már egy-két nagyobb fülest a kezemben, és hát ő sem tartozik a kicsik közé. Így ránézésre. A fogása az kellemes. Talán mondhatnám, hogy tipikus Logitech G minőség. Tehát jó minőségű műanyagok, műbőr, nyilván tehát azért itt a fejizzadást is felmérve. Körülbelül mondjuk ennyit a külsejéről. Nézzük egy kicsit a tartalmat. Tehát egyszer kaptunk egy fülest, majd ahogy látom, valószínűleg egy kézikönyvet. G35. Logitech-től valami tájékoztató. Csodálatos. És egy telepítő lemez. Nagyon jó. Itt a másik doboz. Mert megpróbálok megint csak egy kézzel kinyitni. Na jó, egy kicsit rombolunk, de az nem baj. Aki nem tudná esetleg, ez két darab fejpárna, plusz egy, ami gyárilag a dobozban volt található és már felszerelve. Ezt azért találta ki a Logitech, hogy a hosszú játékok alatt egyrészt a különböző fejméretekre hagyatkoztak. Van sok méretállítási lehetőség, de alapjából a Logitech úgy gondolkodik, hogy testre szabható legyen egy termék. Én ezt nagyon kedvenem, és ezért is választom a Logitech termékeket. Nézzük egy picit magát a készüléket. Hát ezen a felén találunk három darab memória gombot, úgynevezett G-gombokat. Ezek különböző beállítások, legyen akár Skype, éppenséggel játékhoz, zenéhez, filmnézéshez. Itt találunk egy némító gombot az alján, ez a némító gomb az a mikrofont némítja el, és egy hangerőszabályzót. Hát eddig ez szerintem értelemszerű. Ezen az oldalon nem találunk gombot, viszont egy gomb van még a túloldalon. Ez egy surround gomb, ugyanis 7.1-es a fejhallgató. És most jön talán egy hasonló érdekesség, a csatlakozása az USB. Hát de akkor ez most hogy van? Hát úgy, hogy a Logitech elsőnek ebben a fülesében kitalálta azt, hogy beszerel egy hangkártyát a fülesbe. Igen, jól hallottátok, hangkártyát. A legnagyobb érdekessége ennek a dolognak a hangkártyán túl, hogy egy viszonylag gyengébb minőségű alaplapi hangkártya, vagy akár gyengébb minőségű hangkártyát, ő úgy tud meghajtani, hogy a saját hangkártyát hívja munkába. Tehát nincs az, ami a régebbi verzióknál például előfordult, hogy akinek egy gyengébb hangkártyája volt, egy jobb füles nem tudott kihasználni. Itt a Logitech ezt a problémát már előre kiküszöbölte. És talán vissza is gondolhatunk, hogy miért. Hát ugye a LAN-partikon, gémeken nem feltétlenül a gépek a hangkártyára vannak kiélezve. Nagyrészt inkább videokártya, processzor, RAM. De hát a hangot azért élvezni kell, a mikrofonja jó legyen, csináltak egy hangkártyát. Hát eddig körülbelül ez lenne. Maga az egésznek a megjelenése, én talán ahhoz tudnám hasonlítani, hogy egy nagyon picikét a Razernek vannak hasonló ilyen dolgai, de a Logitech azért a saját dizájnját mindenféleképpen felhasználta. Tehát akkor van egy fülesünk, hoppá, a mikrofon. Hát a mikrofonnak van egy-két jó tulajdonság, az első talán az, hogy ez nagyon flexibilis.
ez bárhova hajthatom, ez nem törik, nem szakad. Ez egy nagyon pozitív dolog, saját magamról tudom, hogy amikor véletlenül ott van a füles, ez el tud törni, ez nem törik. A mikrofont, amikor visszahajtjuk a kezdeti helyére, nyilván nincs rá szükségünk, akkor elnémul, viszont mikor visszahajtjuk, akkor újból életre kél. Itt belül, még most nem látjátok, egy piros LED van, ezt majd nyilván a teszt alatt meg fogom mutatni. Ez arra szolgál, hogy lássam, hogy a mikrofon éles vagy nem. Nyilván elkerülve esetlegesen a kellemetlen helyzeteket. Jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy ezt megnéztétek. Ezeket most innen eltüntetem. Feltelepítjük a szoftvert, és megnézzük teszt közben, hogy mit tud. Köszönöm szépen, sziasztok!